Tudják-e, hogy mi az a lacrosse, a világ egyik legdinamikusabb sportága, amely leginkább a jégkorong, a teremfoci és a gyeplabda furcsa keveréke, de szabad pályán is játsszák. Az ütőn azonban háló van, és a labdát így iszonyatos erővel lehet kapura repíteni. Minden további sportág ismertető a Blacks Lacrosse Egyesület csapatának vezetőitől, Urbán Dávidtól és Csesztanovics Annától a hétvégi nyílt napjuk előtt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! No, hát ugye mindenféle eszközöket lát az ember itt az asztalon, azért azt gondolom, hogy aki nem jár teljesen csukott szemmel a világban, az elképzelhető, hogy már látott lacrosse, de ez egyáltalán nem biztos. Viszont egy ifjú hölgy hogy találkozik ezzel a sportággal Magyarországon? Nagy sportágválasztó napokat minden fél évben tartanak, ez két nap általában, és 4 éve kint voltak az Egyesülettel a fiúk, akkor még nem volt női csapat. Utána az ELTE, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem keretein belül meg lett hirdetve egy lacrosse edzés, és ott vettem fel, mint kurzus, és azóta is vagyok. És szerelem első tapasztalásra? Szerelem, abszolút, igen, így van. És mit szerethet benne egy ilyen törékeny, vékony hölgy? Mert azért ez bizony valóban egy nagyon kemény fizikai, mondjuk úgy kondíciót igénylő műfaj, ahogy én ezt így megismertem. Így van. Nagyon dinamikus, de ügyességi játék, abszolút. Tehát el kell kapni a labdát, és meg kell tartani, kapuba juttatni, át kell vágni a védőkön. Alapvetően én, mint alacsony játékos, védő vagyok, illetve középpályás játékos, tehát bárkinek ajánlott, akármilyen testalkata van az illetőnek. Úgyhogy ami nekem tetszett, az tényleg az, hogy nagyon-nagyon gyors a játék, és nagyon kell figyelni, a reflexeket fejleszti, valamint egységesen fejleszti bármely izmunkat, tehát megtartja a nőiességet, abszolút. Dávid, egy picit beszéljünk arról, hogy azért vannak különbségek a férfi és a női felszerelés között, ugye? Tehát ez, amit itt az asztalon látunk, az alapvetően egy férfi szett, ugye? Többnyire azért, mert a hölgyeknél az ütközés az nem nagyon jellemző ellentétben a férfiakkal. Igen, ott sokkal finomabb, nőiesebb a játék. A férfiaknál sisak, kesztyű, könyökvédő, válvédő, sípcsontvédő esetleg, igen. Sípcsontvédő amúgy nem meglepően, nem, sőt, még a kapuson sem, és ezt a labdát, ezt egy ilyen profi meccsen, ilyen 160-180-nal meg tudják lőni, tehát szoktam mondani, hogy a két legőrültebb sportoló az a jégkorong kapus, illetve a lacrosse kapus, hogy beleáll egy ilyenbe, de igen, tehát a lányoknál a felszerelés nagy része az tényleg csak a stick, tehát a bot, amivel viszik a labdát. A fiúknál pedig, mint egy ilyen jégkorong felszerelés, mondjuk deréktól fölfele, így kell ezt elképzelni. És egyébként ez azt is jelenti, hogy ott sokkal intenzívebb a test elleni harc, tehát ez a védőfelszerelés elsősorban azért kell, ahogy látom a képen, hogy azért itt bizony össze-össze találkozik a játékosok felső teste? Hát igen, máskülönben nehéz elvenni a labdát, tehát két módon tudjuk leszerelni a játékos. Tehát akármennyit futhat egy játékos a labdával, csak mivel a fiú hálóknál, ami a bot végén van, az sokkal mélyebb. Tehát csak úgy lehet elvenni tőlük, hogy vagy ha földre teremtjük az ellenfelet egy ilyen jégkorongos bodycheckkel, vagy pedig konkrétan, amit még megenged ez a sport, hogy a egyik bottal a támadójátékos botját, illetve kezét is lehet ütni. Ami például a jégkorongban nem lehet, igen. Még az se véd meg mindig mindentől, de többnyire. Most így nem tudom, hogy mikor edzettél utoljára, de a komolyabb sérüléseket nem látok rajta, szóval azért a védőfelszerelés az hát már segít. Elmúltak. Legutóbb. De valóban, tehát komoly foltokkal képes az ember egy játék után elhagyni a pályát? Hát az ilyen kék-zöld folt az egy alap, azt mondom, de nekem személy szerint volt már elszakadt a vállam, vagy volt már agyrázkódásom, tehát ez benne van a játékban, és hogy mondjam, tehát van, aki direkt ezt a veszélyt szereti benne, és a fiúknál... Ezt akartam kérdezni, ugye azért a férfi jégkorongban azt gondolom, hogy ott a kemény legényeket ismerhettük meg elég rendesen. Ennek egy szárazföldi verziója a lacrosse az hasonló élményeket kíván? Így fogalmaznám meg pontosan, tehát nem egyszer kellett már tornáról kórházba menni egy ilyen meccsről, mi játékosainknak is, az ellenfeleinknek is. De például mondok egy jó példát, hogy van most ez egyik újoncunk, ő magyar birkózó bajnok volt kisebb korában. Ez azt mondta, hogy nem volt elég durva neki ez a sport, úgyhogy elment thaiboxozni. Most thaiboxozás az elég durva volt neki, csak hiányzott a csapatsport aspektusa, és így megtalálta a lacrosse-t, ami ennek egy kiváló kombinációja. Kellően durva, ápátor csapatsport. Igen.
ez nagyon jó kombináció. Hát a hölgyeknél akkor azért elsősorban nem a durvaságon van a hangsúly, hát gondolom, hogy sokkal inkább egy picit a taktikai repertoár bővítése a fontos? Így van. Uh-huh. Tehát a durvaságot a szabályok kizárják. Tehát emiatt nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a szabályokkal. Nem egy egyszerű játékról van szó, tehát megtanulni elég sok idő, viszont utána, hogyha már valaki elsajátítja, akkora élvezet játszani, hogy ezt nem szabad kihagyni. Tehát tényleg ez egy igazi csapatsport, folyamatosan kommunikálunk a pályán is, és tényleg arról van szó, hogy mindenki fejben is ott legyen, fejben fizikailag is edzett legyen, és... Nagyon élvezetes. Nagyon élvezetes. Hol állunk lacrosse ügyben, akár az európai, akár a világ térképén? Mert hát gondolom, hogy azért ez még csak egy az építkezési folyamat eleje, ugye? Igen, így van. Tehát női csapat 3 éve van, 3 éve alakultunk újjá. Tulajdonképpen volt régebben egy próbálkozás, és most vagyunk olyan szinten, hogy megismerkednek velünk. Uh-huh. Egy évben 3-4 meccsre, versenyre tudunk elmenni, ezek mind egy-egy hétvégék. És saját szervezésű kupánk is van. Jelenleg ahhoz képest, hogy milyen fiatalok vagyunk, már a legutóbbi, legnagyobb lengyel kupán is nyertünk meccset, sőt a hazai csapat ellen, úgyhogy megtört a jég, és folytatjuk tovább. Nagyszerű. Akkor tulajdonképpen ebből formálódott ki, mondjuk úgy nevezhetjük a válogatottat? Ez most jelenleg igen, az? Igen, jelenleg a válogatott. Értem. Uh-huh. Ennek a nyílt napnak elsősorban gondolom a toborzás a célja, ugye? Kiket csábítanánk ide azokon kívül, amiket mondjuk az imént hallottunk, hogy aki szereti a testvérmi küzdelmet, aki szereti a csapatélményt, még ki, tehát mondjuk akár fizikai adottságokat tekintve, mondjuk milyen sportmúlt, vagy milyen típusú mondjuk mozgás érzék az, ami itt eredményessé teheti az embert? Hát azt mondom, hogy ha egy sportágat kéne mondani, azt mondom, hogy egy jégkorongos múlt a legeslegjobb, nekem is az van, és onnan nyergeltem át a lacrosse-ra. De mondjuk amerikai foci, vagy mondjuk kosárlabda, ilyen múltú játékosok is nagyon jól tudnak érvényesülni. Most korcsoportban ilyen 14 és 30 között szeretnénk rekrutálni, így a vasárnapi nyílt napon, vagy tryouton, ahogy angolosan szokták mondani. És nem utolsó sorban azért nyomtuk meg ezt most, különböző szociális média, meg minden csatornákon, ezen is, mert hogy 2 év múlva van az Európa-bajnokság, ahol a magyar válogatott, férfi válogatott első megnyilvánulása lesz, és hogyha valaki még most csatlakozik a csapathoz, 2 év alatt el tud jutni egy olyan szintre szerintem, hogy érdemes részlet. Ha valaki a kosárlabdából jön, ott éppen miért, milyen képességeit hasznosíthatja? Hát ott azt mondom, hogy ezek a gyors lábmunka és testcselek az, ami kis helyen kell elnavigálni a védők között, és ez például egy támadó játékosnál ez nagyon hasznos. Értem, szóval akkor minél többen, nagyjából ebben az életkorban, és nem teljesen amatőrként, vagy legalábbis valami fajta mozgáshoz való affinitással érdemes, akkor ugye ezt a bizonyos nyílt napot felkeresni. Helyileg hol? Könyves Kálmán körúton, olyan Siketek pályáján lesz. Ez vasárnap, ugye? Ez a mostani vasárnap? Vasárnap 2-kor, vasárnap. Igen, de ha rákeresnek Budapest lacrosse hasonló kulcsszavakra, akkor nagyon könnyen megtalálnak minket, az én Ancsinak a kontaktinfóját is, és föl lehet venni velünk a kapcsolatot, habár szerencsére már kezd megtelni a kapacitása a programnak, de még van hely. Na, akkor még aki most szerette csatlakozni, és adott esetben ugye a férfi csapathoz csatlakozni 2 év múlva ezen a hazai rendezési nagy viadalon, akkor azt gondolom, hogy itt a remek alkalom. Sok sikert kívánok! Köszönjük! Köszönöm!